Mai sétánkat kezdjük a kapunál. Talán emlékeznek rá, hogy 3 hete a gyomokról beszélgettünk, arról, hogy egyáltalán mi számít gyomnak. Hát nézzék meg, akkor szóba jött az inváziós gyom fogalma, özönnövénynek is fordítják ezt magyarul, amik nagyon nagy fejlődési eréllyel, nagy környezeti tűrőképességgel rendelkeznek. Hát nézzék meg, hogy ez a fallopia faj, keserűfű a magyar neve, talán ez éppen a japán keserűfű, milyen eréllyel növekszik, és hogyan gyűri le nagyságban és növekedési erejében a környezetében lévő növényeket. Még egy hétig lehet, hogy megtartjuk, utána a gyógynövénykert védelme érdekében valószínűleg kivágjuk a bokor belsejéből is, mert hosszú, vízszintesen elnyúló, akár csukló vastagságú gyöktörzseivel, rizómájával nagyon nagy sebességgel terjed. Szóba jött az is, hogy bizony nem csak a számukra nem termesztett növényből válhat gyom, hanem a termesztett növény is elszaporodhat olyan módon, hogy abból később súlyos gyom lehet. Citromfüvet említettem akkor példának, és íme itt van a bizonyíték, akkor még csak néhány csomóban láttuk, most már terjed mindenhova, tehát lassan írtani kell, mert különben az árnyékolásában lévő babérmegy és a többi gyógynövény is kipusztul. Ha így hagyjuk, akkor szép lassan átterjed még a járdán túlra is, tehát még a cserepes virágokban is megtalálhatjuk majd.